Mert neked média történeti eseménnyel folytatjuk, érkezik Fábri Sándor. Akit a legjobban imádunk, a hét sztárja. Média történeti esemény, elfogadta a meghívásunkat. Fábri Sándor! Hát talán itt még nem tartók, tehát ne gyújtsd a kezedet. Ne ér hozzám, ne szólj hozzám, legnagyobb vagyok, és legújabb könyvem korlátozott példányszámban kapható. Sándor, Isten hozott nálunk, szépen öregszel. Azon nem gondolkoztál, hogy nyugdíjba vonulj? Hát ezen legfeljebb Vágó Istvánnak kellene elgondolkodnia, igen, erősen. Egyébként pedig vonulj vissza te. Hát. Még nem késő megbánni bűneidet, és egy normális polgári állás után nézi, hát annyi szép szakma van, annyi csajt fogdostál már. Legyél mondjuk női Szabó! Kedves, hogy köszönöm szépen a tippet, de most inkább rólad beszéljünk. A nézettségedől inkább ne, hanem hát arról ne. A rólad kialakult botrányokról. Legutóbb például Cegléden aláztál porig egy polgármestert, leküldted a színpadról, utána pedig melegebb éghajlatra küldtél egy-két fotóst. Nem kellemetlen ez? Hát tulajdonképpen azon gondolkodom, hogy mi a fasz között van hozzá. Tehát azon kívül, hogy a gázsimat már rég ki kéne kúrni a vászonasztalra, és akkor esetlegesen beszélgethetünk. Sándor, ha ezen múlik, akkor én most odaadom neked. Borítékban vagy normális dobozban parancsolod? Na hát ez a probléma veletek, ugye? Hogy minden így működött az elmúlt 8 évben, de hát az elszámoltatás még korát sem ért véget, minden héten 4-5 letartóztatás péntek. Nagyon rámélyeztet, egy fillér sem maradt a zsebembe. Nekem ettől nem kell tartanom, ha hiszed, ha nem. Viszont engedd meg nekem, hogy az én műsoromban, ebben a díszletben azzal is arról beszélgessek, amiről én akarok. Persze, hát nincs ezzel semmi probléma. Én azt gondolom, hogy ez a műsor jelenlegi nívódnak pont megfelel. És egy picit beszéljük akkor a díszletről, jó? Tehát azért van itt mit elemezni, azt gondolom, hogy ha szemügyre veszük a díszlet elemeket, akkor egyből megállapíthatjuk, hogy a kádárizmus legsötétebb korszakait idézik, például, hogy az óra ugye folyamatosan 14:30-at mutat, ez is azon egykori Novoszibirszkben gyártott szovjet időmérőkre hajaz, amelyekért hosszú sorok, és már-már véres harcok folytak a piacokon, csak hát a probléma az volt, hogy amíg a szállítmány Szibériából hazánkba érkezett, addig gyakorlatilag teljesen összeomlott maga a szerkezet, így állandó időzavarba került a gyanútlan vevő. Ennyi. Isten vagyok, legnagyobb Sándor, vagyok, Ennyire azért nem, ne érezd nem otthon akarok, magad. Nem akarok túl beszélni, nem tudom, hogy érted-e, amit mondtam. Legyek én az alsó küszöb, nem is tudlak követni. Hát a sejtet. Ennyire azért ne érezd magad otthon. Egy pillanat, cseng a telefonom, ugyanis vannak fontosabb dolgaim, mint te. Bocsáss meg. Igen, miben segíthetek? Megszűnik a bűsorom. Hát tudomásul veszem. Menjenek a kurva anyjukba. Gyere, Maci, gyere! Szeretve vagy, Maci, imádlak. Szeretve vagy, nálam te mindig 10 pontos vagy. Isten vagy, és legnagyobb, és annyit szeretnék kérdezni. De elhagyott a feleséged? Vagy? Nem, tehát annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy esetleg nem vezethetnénk-e ketten ezt a műsort. Komolyan mondom, Isten ilyet tudnék alá dolgozni. Nekem az is jó, ha néma leventeként beülök, mint az a rossz arcú srác a régi műsorodba, aki mint egy káposzta fej ült, és nem mondott semmit, és az értelem... Az értelem leghalványabb jelese volt a szemébe, de néha felblendézett, és na mindegy, én azt gondolom, hogy nagyon szívesen dolgoznék neked. Mi lenne, ha Fizbi zenei színpadán nyomnék egy kis erőcsávót? Hát isteni vagyok. Parancsolj! Érted, most jövök a kaptárból, vigyázz kisgyerek, leküdtem egy göbkoláfal, úgy megfejellek, hogy begörülsz. Na?
van erre Egyeztetek a csatorna vezetőivel, de lehet, hogy inkább a káposztafejét hozzuk vissza. Ne haragudj már! Sándor... Rémét hív! Rögtön érkezik hozzád valaki, akivel... meglehetősen rossz viszonyban vagy, sőt, annak idén pereskedtetek is. Szeretném, hogyha kibékülnétek, hölgyeim és uraim, érkezik Terry Black! Most én le nem ülök ezzel egy asztalhoz. Az, abba biztos vagyok, majd ha meghívsz a műsorodba. Se mocsadék, csak azt nem tudom, hogy női. Csak nem tudom, hogy női vagy férfi ruhába megyek. Ez esetben kétszer is vendégül láthatlak, amennyiben erre lenne igény, de hát egyértelműen nincs. Jój! Teri, kérlek, nyugodj meg, tisztázzuk. Menj arré! Tisztázzuk a régi... Technikai dolog ez, hogy itt ülök. Tisztázzuk a régi... De mindenek! Rohadék! Tehát nem tudom, mi olyan vicces. Milyen jól néznek játsszuk így le együtt. A meccset, Petiként. Szóval tisztázzuk a régi sérelmeket. Annak idején te beperelted Sándort, te pedig, Sándor, megjelentél a bíróságon egy női kis kosztümben. Hát azért nem állt neki annyira rosszul, maradjunk annyiba, de hát a viccet félretéve, hívjál meg és el van felejtve. Nekem teljesen mindegy, csak képernyőn legyek. Mondtam már, hogy nem tervezek ilyesfajta merényletet a közönségem ellen, és azt gondolom, hogy jelen műsorban a helyeden vagy, és arra kérnélek, hogy többet ne szólíts meg, és 1000 méteres körzetbe se kerül hozzám közel. Most én azt nem tudom, hogy mire van ekkora pofád, de úgy... De úgy szájba verlek, hogy nem lesz, aki fölvesszében. Azt garantálom. Itt tartunk. Hát ezért tart itt ez az ország. Befogtad a pofádat. Nem megyünk tovább. Teri, beszéljünk egy kicsit máson. Ne röhögjél, nagyon ütjél. Téged is. De az önkormányzati választásokon elindultál képviselőként. Talán képviselőasszonyként. Pofádat befogtad, nem jössz, ha megjelem tökölön. Az garantálom. Lábadat be nem tetted. Teri. Gyűlölöm, hát nem tudok mit csinálni. És miért nem mehetek tökölön? Gyűlölöm. Hát miért nem mehetnék? Poszom a börtönbe, édesapám. Teri, sosem titkoltad politikai hovatartozásodat, és ilyenkor is kiállsz még az MSZP mellett, nem kínos? Sőt, arról nem is beszélve, hogy állítólag kedvenc politikusod Gyurcsány Ferenc. Mit mondtál? Na most egy pillanat, azért egyet tisztázzunk. Tehát azért én nem nyalok ide-oda, kedves Petike. Tehát azért nem tudom, hogy érted-e. Tehát én mióta az eszemet tudom, MSZP szimpatizáns vagyok. Gratulálok. Hát a Gyurcsány Ferenc, hát ő meg egy férfi állat. Hát most mit kell mondani? Teri, készültünk egy meglepetéssel, ha minden igaz, itt van a telefonban Gyurcsány Ferenc. Egy pillanat, ez az a pont, amikor befejezném, tehát ilyen mélységig én már nem kívánnék süllyedni. Már csak Smukkandor hiányzik, és teljes a mélypont. Szevasztok! Hála Istennek! Hát erre vártam. Nem jössz vissza, Sándor? Soha. Isten őriz. Soha. Nos, hát ha minden igaz, itt van a telefonvonal túlsó végén Gyurcsány Ferenc. Jaj, de jöjjön meg a szívét. Szevasz, fecókám! Üdvözlöm, Károly asszony! Drukkolok magának. Ó, szintén. Hát, én ezt a szót nem ismerem. Nem baj, édesapád, szerinted én mennyit hazudoztam ma össze-vissza a bulvárlapoknak? Hát éppen ez a közös bennünk. Na jó, az ekkorát én sem tudtam, de azért tanulok. Jó, köszönöm, hölgyem. Viszont hallásra. Na most várjál, még egy kérdés. Na most nem a legjobb pillanat, hogy megkérdezzem, mert most így alakult, nem tudom beszélni közben az életben soha. A
kérdésem az lenne, Ferikém, hogy nincs véletlenül egy eladó telked a Velencei tó környékén? Hát akkor ráig megvették az utolsót. Többit meg már régen eladtam. Azért mész a börtönbe! Pári-pári a 700-át. Hát erre nem is gondoltam. Van még egy eladó köcsén. Várjál, most ezt nem értettem, még ezt ismételd el? Azt mondta, hogy van még egy eladó köcsén. Mit mondtál? Ne köcsögözzél, édesapa! Ne köcsögözzél! Na most rólad is tudok egy smást. Szóval ne akart, hogy elmondjam az én összödi beszédemet, mert nagyon rosszul jár. Köszönjük szépen Gyurcsány Ferencnek. Sándor, kérlek, fáradj ide vissza, most már nincsen az ellenség a vonalban. Jó, csak annyit szeretnék megegyezni, hogy azért jöttem vissza, mert megkaptam a szerény gázsiba. Végezetül ezek után hajlandóak vagytok elszívni a békepipát? Hát én igen. Amennyiben van rá igény. Sándor, te is hajlandó vagy békülni? Béküljön a Az nekem pont elég is lesz. Köszönjük szépen Fábri Sándornak és Jerry Blacknek!